Let's go, bro, meglettünk, figyeljétek, hogy az nem számoltam el. Sziasztok, srácok, én a sajtban viszket vagyok, és aztán a sajtban végre megjelent ez az új kis update. 5 percet ült, és én már egyből veszem fel a videón. A SpongeBob kockadrágos cuszli-muszli van. Ami azt jelenti, hogy menjünk be, mondd azt, hogy meg lehet venni SpongeBobos karaktereket. Én imádom azt a mesét. Gyorsan. Krebi Peti. Ha lehet venni hamburgert, akkor mondd, hogy karakter. SpongeBob Starter Pack és Plankton Starter Pack van egy SpongeBob Prize Box. Na jó, egyből nem érdekel, egyből. Kattítsam már, nem bírom meg, hogy mi van. Most már engedi, ez az engedi. Confirm Purchase, így bizony, új, de király, jó. Kettő item van benne, oksait rázódik, már ki akarsz mondani, 10 darab Krebi Peti, nagyon király, hogy jön, milyen burger, ez nem jut eszembe. Herkentyű burger, az, és 20 darab. Azt a figyeljék, már sárdokat kapunk, és szerintem ez ilyen emoji lesz, hogy mi az. Emoji, mikről beszélek, tudjátok, hogy mi az? 2 darab nyitásra van, de gyorsan ki is nyitom a másikkal. Itt is van, létszik, van még egy darab a tarsolyban, van még egy darab, így bizony, ez. Ebben már három van benne, ne szórakozzál, oké? Ó, ez is az lett, csak ez, jaj, de jó, jellyfishek, jön a következő. Aztán még egy, és itt a... Ne szórakozz, ez milyen karakter lesz? Burger Man! És nézzük meg, Bikini Bottom wheel, mik vannak ebben? Sandy egyedül! Sandy van benne egyedül! Megveszem a SpongeBobot, nem érdekel, megveszem a spongját! Stumble Guys.com, hoppá, itt is van a weboffer! Itt a spongja! Engem is, ezt is megveszem! Rengeteg gemem van, de gyorsan bemegyünk a játékba, hiszen 880 Krebi Peti van, úgyhogy megvettem mind a 2 offer. Nagyon mit szóltok hozzá, pörgessünk erre! 20-at tudnék venni, 25 pörget és tudnék venni, de szerintem Sandyt simán kinyitjuk a mai videóba, és akkor 2 új karakterek gazdagodott, de gyorsan spongját is megnézem. Kíváncsi, hogy Sandyhez nekem mennyit kell összegyűjteni a sárdomból, rengeteget szerintem, viszont 90-et lehet begyűjteni, és ami azt jelenti, hogy nekem 90 kell összesen. Oké, akkor pörgetek még, hát a kinyitom egyből a 90-es, és meg is van Sandika. Sunday, nem adja be a Sunday-t, hanem plusz 5-öt már van 9 a 90-ből, de nézzük meg, amire vártam már mióta, nem a shopban, nem a customizálósnál. Talán legendari a karakter, hogyha jól emlékszek, most nem tudom fejből. Legendari, hát! SpongeBob Underpants kiskatyával SpongeBob, ezt nem hiszem el, és egyszerűen zseniálisan néz ki. Ilyen megyünk vele egy kör, csak előtte kipörgetek rejtebe a Bikini Bottomből, mondjuk 5-öt rápörgetek, aztán hát kinyitjuk már Sandikát. Az elsőből kinyitunk plusz 6-ot, a másodikból kinyitunk plusz 5-öt, add be a nagyot, ó, plusz 4, negyedikként ott volt a plusz 90-es, nem baj, 6 az már teljesen jó, már 30 megvan. Utolsó pörgetésünk gyanán meg 4-et kaptam, 34, amúgy egy harmada már megvan. Reméltek van valami event, amiben tudunk, hogy ne tudnánk, 50 pont kell hozzá, és szuper waterparkkal kezdjük, utána ez a ilyen tengerparti, aztán meg a vő, jaj, csak a víz dalol ma nekünk. A turnamentes pálya, pont mondtam, amikor ezt kijátszottuk leges-legelsőleg azt, hogy milyen jó lett a sima mapokhoz is bekerülni, és be is került, és hogy ne vízzel kezelik SpongeBobbal, hát ő a víz ura, ő neki ez a legkönnyebb map, amit valaha adott ez a játék, de ugorjuk be, alig látom, hogy úgy kitakarják a többiek, hogy kicsit alacsony amúgy ez a skin, bár 20 mindenféleképpen megnak, bár a lava-lavában nem kéne beleesni, hiszen azt annyira nem szereti, szerintem, aki a bikini fenéken lakik, de mindegy, hoppá! Temple Ruin, itt van szerintem a pálya vége, már annyira úgy nem emlékszek pontosan azt, hogy merre van ez a pálya, meg merre talán igen, ez a kanyarra még itt emlékszek a legelején, aztán itt fölcsápolgatunk, és juhú, már egy ember, na annak nem ülök, hogy egy ember beértek, kamerában többieket, szerintem ilyen top 6, 7, 8. helyen lehetek úgy nagyjából, szóval 16, hogyha nem bénázom el nagyon durván, akkor szerintem bőve, jaj, te lekevert egy pofont, jaj, és mondtam én, hát 9. lettem, az se olyan rossz. Ezt a pályát lehoztam akkor is, amikor az adott színhez nem is érettünk azt a kívást, és idettem, szóval már begyakoroltam mi, és a Lexilin, nagyon jó, a Lexilin itlak, hoppá, egy kis csúszóka, szépen átcsapj ide, szépen átcsapj oda, sajtóvezeti, én vagyok az egyetlen SpongeBob az egész lobbyban, szerintem lehet én vettem meg először szinte a játékon belül, hiszen mit mondtam, az update eltelte utána, az 5. percben jöttem vele és vásároltam meg, én mindig keresztbe megyek, engem nem érdekelnek a többiek, ha jön a víz, akkor sajtónak menekülnie kell. Most amúgy ironikus ez a pálya, nagyon, hiszen de én mi is mondjam, nekem pont, hogy a vízbe kéne folyton lenni, és most kiesek, amikor a víz az élek, de nem baj, semmi baj, megbocsátjuk azt, hogy így elhúztak előle, mert nem örök, de bemegyek, szépen van, te mit csinálsz? Mit lehoztam, azt tiszta. A pálya az utolsó, itt már rengeteget vineltünk, rengeteget játszottunk, és most megpróbálom megint hozni spongyaként, de szerintem profik vannak, akik ilyen hamar szezonkezdéskor föllépnek a szerverre, és hát a játékra, akkor általában mindig profikból áll, de ne baj, hagyjatok, én csak elgurulok innen, most begurulok, hogyha kiesek. Egyedüli vidéken állok, figyeljétek, azt ez majdnem kirobbant, de mindenki azon a részén van a pályának, és én vagyok csak itt egyedül, ami most még arra járt a hajó, ez egy tökéletes taktika, csak az át... Ez most komoly. Ilyen messziről ki tudta robbantani. Ez most komoly az, hogy ötödik lettem. Nem hiszem el, Spongya. Barátom, kiestél, barátom. Megnézzük, hogy hogy állunk bele. Oppá, Krebi Peti betöltődött, kaptunk plusz 20-at, jöhet a pörgi. Tudok még pörgetni konkrétan 10-et. Megnézzük, hogy kinyitjuk-e Sandit belőle. Na jó, elsőnek 5-öt, és akkor utána veszünk valamit a jó kis gemeimből is. Szóval jöjjön az első. 7 darab közke. A darab nagyon jó. Azt a 90-es mellett voltunk, de megint nem az. Na majd most a 90-es tart be, te jó gyerek, 5-öt adott. És majdnem ott voltunk a 90-es, ezt nem hiszem el, de nem baj, közeledünk, már 58 megvan. Na ebben meg mi van? Figyeljetek már, Ultra Stumble Box, megnézzük, gyorsan kinyitogatunk mindent, és add be nekem a nőt, add be nekem a nőt, add be. A Dinából rengeteget adott, a Dinamitból az olyan jó. Stumble Pass-be is szintet léptem, természetesen már észre se veszem, amikor itteni nyitások vannak. Hoppá, 15 token, oksa, nem lépek ki a játékból. Megnézzük, hogy mit lehet venni gemből. Ez nekem nem tetszik, hát mik vannak ebben? Subdog. Hú, ez ilyen fura hotdog akar lenni, csak a külseje nélkül. Egyet veszünk, nagyon drága, de egyet veszünk. Hát ha valami jóságot ad be nekem, eléggé jó karakter. Ott a nagy baba feje úgy annyira, de annyira vicces karakter, hogy annak örülnék, hogyha kinyitnám, de helyette ez már megvan, és egy duplicate-et nyitottunk, nem áll. De semmi vész, itt az ész, szerezzük meg Sandikát. De 4 darab kell ahhoz, hogy ki tudjuk kitni Sandit, és let's go, bro, meglettünk, figyeljétek, ez az nem számoltam el. Uhú, itt van Sandy, figyeljétek, meg lett még a duplicate is, és nem is kellett az összes ilyen pettimet elhasználni, szóval hogy azt megvárjuk, hisz hogyha jól tudom, igen, ez el is tűnt a boltból a Will, na ilyen sem volt, még valószínűleg update-eik, és majd mindig újabb karakterek jönnek. Na de nézzük meg gyorsan, Sandy, ő valószínűleg ugyanilyen a legáknál lesz szerintem. Itt van, ha már ilyen jó haverja SpongeBobnak, még nem mellé áll Sandy Cheeks, hát tudom, milyen viccesen néz ki, de száma Sandy, ott a maklogó elől neki, meg minden. Nagyon jó, de jól néz ki. Nyomtak egy lájkot erre a videóra, és feliratkoztok, akkor mindenféleképpen a következő számból is hajtani Sandyval is megyünk egy kör, meg Spongyával is bizonyítunk ki, és megszerezzük azt a nagyon menő Victory kopját, hiszen ez a mai videó ennyi lenne, 2 karit megszereztünk, kipörgettük az egész ír. Én remélem, hogy élvezitek, hogyha jó volt, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és Tony a kövi videóra, csá!